Köszöntöm kedves nézőinket! Hírek, események, érdekességek a helyi sportéletből. Ezt nyújtja a Kispad című magazinunk hétről hétre. Tartsanak velünk! Nem csak a magyar labdarúgó válogatott, hanem a magyar játékvezetők is megmutathatták tudásukat az elmúlt napokban. A dunajvárosi Viszokai László az Anglia-Észtország Európa-bajnoki selejtezőn lengethetett a londoni Wembley stadionban. Így ezen a héten a játékvezetés rejtelmeibe pillanthatunk be. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök sportré rovatunk eheti adását látják, amelyben vendégünk Viszokai László, aki nem egy sportvezető, nem egy játékos, hanem egy FIFA asszisztens, akinek abban a kegyben volt része, hogy ki lehetett egy Európa-bajnoki selejtezőn. Mesélj kérlek arról, milyen volt lengetni egy ilyen rangos megmérettetésen. Köszönöm szépen a meghívást. Hát nagyon nagy élmény volt nyilván az egy Wembley arénába már belépni, csak úgy zárkapuk mellett vagy nézők mentén sem rossz, de mint játékvezetőként oda feladatot kapni, hát ezt álmaimban nem gondoltam volna. Nagyon jó érzés volt, bár azért a kezdő sipszót követően igyekeztünk a feladatunkra koncentrálni, így az az atmoszféra, ami körülvett minket, valamilyen szinten átjött, de nem annyira, mint most megnézve a felvételt újra és újra, hogy milyen volt ott lenni. Tekerjünk egy picit vissza. Hogyan kezdődött a te játékvezetői pályafutásod, illetve mi visz rá egy embert arra, hogy játékvezető legyen, hiszen az ember általában sportolni szeret, nyilván nem lebecsülve a te sportteljesítményedet, hiszen azért látjuk, hogy több 10 kilométert is akár le kell futnia egy játékvezetőnek, de mégis. Hát az enyém az úgy kezdődött, hogy aktív játékos voltam én is még annak idején a Dunafernél, serdülő csapatban. Aztán az a csapat sajnos egy kicsit úgy szétment, meg is szűnt, és akkor utána a középiskolában az egyik tanárom, Molnár Péter, ő aktív játékvezető volt, mondta, hogy indul játékvezető tanfolyam, akit érdekel, az esetleg óra után maradjon, és akkor megbeszéljük. Hát ugye szerettem a focit, miért ne, hát most maximum megcsinálom, de lehet, hogy nem működök, de legalább az időmet eltöltöm suli mellett. És akkor megcsináltam a vizsgát, egyben nem is kezdtem el a játékvezetést, hanem csak nyáron. Évről évre az ember haladt előre, mert úgy ítélték meg a vezetők, hogy jó, akkor mindig mentem egy kategóriát fölfele, és akkor 2005-ben jutottam el odáig, hogy felkerültem az országos keretbe, az MB2-ig. Az ugye már a megyei életből kicsöppenve egy teljesen más kategória volt, szép volt, jó volt. 2006-ban már ott voltam, hogy első NB1-es mérkőzésen lengetettem, és hát ugye ott már minden meccs ajándék volt, meg azt hittem, hogy akkor ez a csúcs, és akkor 2009-ben kerültem bele a nemzetközi asszisztensi keretbe, és ott is úgy voltam, hogy minden mérkőzés ajándék, és hogy jó lenne, még mondjuk ilyen célokat nem tűztem ki, akkor sem, hogy Wembley, meg Bajnokok Ligája, vagy Európa Liga csoportkörmérkőzés, ahova már eljutottam. Tehát mindig azt mondtam, hogy hát még egy hasonló mérkőzés jó lenne, aztán már látjuk, és hát most ez az idény, ez nagyon jól sikerült. Hát így van! Ugye a játékosoknak, illetve az edzőknek szokásuk, hogy a mérkőzés után értékelik a saját maguk, illetve hát a csapat teljesítményét. Nálatok ez hogy működik? Egymás között megbeszéltek az esetleges hibákat, az ítéleteket, vagy néha megverekeded a saját vállát, hogy na ez most jó volt, vagy ez most lehetett volna jobb is? Hát nálunk minden egyes mérkőzésen, már MB3-tól kezdve, itt Magyarországon is mindenhol van egy játékvezető ellenőr, aki ott van a mérkőzésen, hát nemzetközi szinten meg aztán pláne. Mi a 3 napot együtt is töltjük az ellenőrrel, és nemzetközi mérkőzésen úgy van, hogy nem az öltözőben van az értékelés, hanem ott akkor elkészülünk, visszajönjük a szállodába, és akkor ott egy külön terembe, ott 6 plusz az ellenőr, szépen meg mondja az ellenőr, hogy ő mit látott a mérkőzésen, vagy mi az, amit most meg kell esetleg néznünk videón, hogy eldöntsük, hogy az most jó ítélet volt, vagy nem. Ilyen is volt most. Ugye. Ha már itt a videózásról szó esett, már a felvétel előtt is ugye beszélgettünk arról, hogy számos más sport van, ahol alkalmazzák ezeket a technikai újításokat, és hogy bizony néha a labdarúgásban is vannak olyan szituációk, akár mostani az angol meccset például véve, ahol bizony
egyszeri az élőképnél akár láthatatlan különbségek is lehetnek, és hát ugye, mint tudjuk, a labdarúgás ez egy olyan sport, ahol tényleg minden bedobásnak, minden kirúgásnak, a szöglet helyett például kirúgás következik, annak ugye súlya lehet. Nálatok ez hogy működik? Beszédtéma ez köztetek? Hát köztünk igazándiból nem beszédtéma. Ugye most már ez a 6 játékvezetős rendszer, ott van az alapvonalon is egy játékvezető. Ugye a legnagyobb fajsúlyú kérdés az, hogy mondjuk a labda áthaladta a gólvonalon, vagy sem. Tehát gólt kell ítélni a játékvezetőnek, vagy nem, ez befolyásolhatja egy mérkőzés végeredményét akár. Így, hogy ott van az alapvonalon a játékvezető, így talán ennek a hibának a kiküszöbölése már talán megoldódik. Nem is tudom, valamelyik híres játékvezető mondta azt, hogy egy játékvezető, pontosabban egy játékvezetői csoport akkor működik jól, amikor szinte észrevehetetlenül működnek. Nálatok azért mégiscsak úgy, mint ugye a profi labdarúgóknál, az ember azt várja el, hogy ne hibázzon, mert annyi pénzért ő erre tette föl az életét, és igenis végezze azt a, most mondom így, munkát a tudásának legmegfelelőbben. Ugyanakkor nálatok is, hogyha egy pici hiba van, akkor az úgy akár mérkőzést is dönthet el, akár nagyon drasztikusan levetítve, akár emberi sorsokat is, hiszen itt edzők menesztéséről van szó, vagy játékosok eladásáról, érkezéséről. Úgyhogy bármennyire is próbáljuk azért tagadni, a játékvezetők szerepe is hatalmas. Hát hatalmas, ez egyértelmű. Nem is könnyű. Nem is könnyű. Ugye már itt azért a profi szemléletet azt mondjuk NB2-től fölfele vetítsük. NB2, NB1 és a nemzetközi. Nem egyszerű. Csak hát mi se azért megyünk egy mérkőzésre, hogy hibázunk. Nyilván benne van a hiba lehetősége, és ugye azért egyes mérkőzéseken azért elég gyors a játék, teljesen másnak tűnik az élőkép, meg más az, amikor az ember visszanézi felvételen, és néha teljesen más lát vissza a tévéből, mint amit élőben. Az a legjobb, amikor ugyanazt látja az ember vissza a tévéből, mint amit ott látott a helyszínen, mert akkor azért valószínűleg jó döntés született. És hogyha nem azt látja, akkor kell annak utána menni, hogy akkor miért nem azt látta az élőképen. Hát így minden igyekszünk hiba nélkül csinálni, meg mi is annak örülünk, de sajnos mi se vagyunk ugye gépek, hibázhatunk, nekünk se esik jó, hogyha szembesülünk vele, hogy hibáztunk, nem lépünk csak úgy túl rajta, hogy hát jó, most hibáztunk és akkor mi van, hanem mi is megpróbáljuk úgy csinálni, hogy hiba nélkül menjen. Ugye most már jelentős nemzetközi tapasztalatod van, ha lehet így mondani. Lehet valamiféle rangsort felállítani, hogy melyik volt tényleg az abszolút csúcskategóriás mérkőzés, amit sikerült vezetni? Hát most nyilván könnyű a rangsort felállítani ezzel az Anglia-Isztország EB-selejtező mérkőzéssel. Ez most torony magasan viszi, és úgy gondolom azért most egy darabig azért ez lesz az első. Hát a második az tavaly februárban voltunk egy Celtic Internacionál Európa Liga csoportkörmérkőzésen, ami 55 ezer néző előtt volt, most 75.480-an voltak a stadionban, a Wembleyben, de az a Celtic meccs is nagyon jó hangulatú volt, 3-3-as végeredménnyel, tehát gólok voltak, nézők is jól szórakoztak. Nekünk, hál' Istennek, azt a mérkőzést is úgy sikerült lehozni, hogy észrevehetetlenek voltunk, úgyhogy az jól sikerült. Mondjuk a Galatasaray Anderlechtet raknám, ami szintén azért a törököket ismerve azért elég vehemesek, és ezt a nézőtéren azért megmutatták, nagyon jó hangulatban volt az a mérkőzés. Hogy van ez nálatok? Mennyire nehéz visszalépni ide a magyar valóságba, ahol 8-10 ezer, jó esetben 8-10 ezer néző van, és mennyire hat rátok bénítólag, vagy hat egy játékvezetőre az, hogy úristen, itt most 80 ezer ember itt van, és nyilván nem engem figyel, de nézi azt, hogy mikor, mit csinálok éppen. Hát ezt igazániból egy idő után már az ember megtanulja kizárni, hogy most mennyien nézik, vagy mennyien nem nézik ezt a mérkőzést, de nyilván a felkészülésben, meg a mérkőzésre való ráhangolódásban viszont nagyon nagy segítség. Sokkal jobb az, hogyha a nézők előtt zajlik a mérkőzés, tehát vagy ennyi néző előtt zajlik a mérkőzés. Hát ez csak doppingolja az embert, de azt kell megtanulni, hogy utána, ha elhangzott az első sípszó, akkor onnantól kezdve viszont tényleg csak az, ami a feladata, mert az kell, hogy legyen következő ilyen feladat, hogy ezt a feladatot, ami éppen akkor van, azt úgy oldja meg, ahogy ezt elvárják tőlem.
ha már ugye feladat, és ha jól végzi az ember a feladatát, akkor kap egyfajta jutalmat is, vagy hát valami kis szuvenírt, amit most ide is hoztál ugye az asztalra. Mit jelentenek ezek? Jelentenek-e valami, nyilván emlékként ez azért mégis, meg majd visszatekintve az unokáknak mutatva, ez minden meccsen része a protokollnak, vagy ez hogy működik a játékvezetőknél? Hát ez igazándiból csapat és csapatképviselőknek a döntése, hogy ők most akarnak-e a játékvezetőkkel még a pályán kívül foglalkozni, vagy nem. Nyilván nekünk ez egy nagyon jó leső érzés, hogyha főleg egy ilyen gravírozott emlékplakettet kapunk egy mérkőzésről, mert akkor nem az van, hogy az általunk otthon vezetett kis Excel statisztikát egyszer meg kirakasztom a falra, hogy ennyi meccsen voltam, vagy ezeken, hanem hogyha egyes meccsekről vannak ilyen erekék, akkor azt az ember kirakja, és mindig vissza tud rá gondolni. Mennyire vagy ezekre büszke? Van-e esetleg otthon olyan szekrény vagy szoba, ahol ezeket őrizgeted? Hát hál' Istennek most már egy szekrény nem lenne elég ezeknek, úgyhogy most már egy szoba van, a szobának az egyik fala az erre van felpolcozva, ezeket az erekéket szépen oda fel tudom pakolni. Hát ezeket azokat be a szekrénybe, és akkor majd egyszer az ember úgy előveszegeti őket, és akkor úgy, amikor nyugdíjas koraimba éppen unatkozok, akkor biztos jó szívvel gondolok majd vissza rájuk. Hát akkor bízom abban, hogy jó néhány évtized múlva már egy egész lakás is kicsi lesz ezeknek az erekéknek. További jó játékvezetés, vagy jó lengetés, nem is tudom, hogy szokás nektek ezt mondani. Viszokai Lászlónak a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ennyi volt már a Sportré, tartsanak velünk továbbra is. Új vezetőedző a DKK együttesénél. Bemutatóval egybekötött taktoborzót tartott a DFDS-e asztali tenisz szakosztálya. 6 dunaújvárosi sellő került be a női vízilabda válogatott keretébe. Megkezdődött a szezon a kosarasok számára. Menzinger Kata, valamint Kasó Orsolya is tagja az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Bíró Attila bőkeretének. Rajtuk kívül még 4 dunaújvárosi játékosnak küldött meghívót a női vízilabda válogatott szakvezetője. Hát számomra mindig nagy öröm, hogyha minél több csapattársammal együtt tudunk részt venni válogatott felkészülésen, illetve eseményen, úgyhogy nagyon örülök neki. Van egy-két ember, akit nem számítottam rá, de nyilván örülök, hogy megkapták ők is a lehetőséget, és hát bízom benne, hogy jók lesznek a világliga meccseken, kapok lehetőséget, és majd fogok tudni ott bizonyítani. Mihok Attila, a DFVM Marsk Graphics vezetőedzője kiemelte, mindenképpen pozitív az, hogy 6 játékos meghívást kapott a válogatottba, a fiataloknak azonban még sokat kell tenniük azért, hogy a keretszűkítést követően is bennmaradjanak a nemzeti csapatban. Sokszor volt már, hogy nagyon sok dunaújvárosi volt a keretben, és nagyon kevés került be aztán végül is a célcsapatba. Ez idén is előfordulhat, hiszen azért a mi általunk képviselt játékosok még mindig abszolút a válogatotton belül is a fiatalságot képviselik, és inkább ezek a játékosok azok, akik azért kerültek be a keretbe, hogy egy picit plusz motivációt adjanak a stabilabb kerettagoknak. Talán ez alól a Menzinger Kata és a Sorsi kivétel, ő nekik ugye az elmúlt években is jutott hely a felnőtt válogatottba, a többiek viszont nagyon nagy teljesítményt kell, hogy nyújtsanak ahhoz, hogy komolyan számoljanak velük, de idén már a 20-as névsorba való kerülés is egy nagyon komoly feladat volt, és ide még egy megjegyzésem van, hogy ugye a Somhegyi Noémi, aki szintén dunaújvárosi színekben szerepel pillanatnyilag a válogatott keretbe, ő alapvetően azért jött Dunajvárosba, mert hogy ezt a válogatottsági lehetőséget megkapta, és úgy gondolta, hogy itt tud ennek megfelelően készülni. Tehát nem nagyon változott a helyzet, mert itt ugye szokták számolgatni, hogy hány válogatott. Itt még mindig arról van szó, hogy a fiatalok üldözik az idősebbeket, és ahogy most is megtapasztaltuk a hétvégén, itt azért valóban van még különbség. Ez az a különbség, amit fejbe kell rendbe tenni a fiataloknak, és hogyha ők ezen a szinten szeretnének szerepelni és megmutatni magukat, akkor hétről hétre és mozzanatról mozzanatra igazolni kell, hogy valóban olyan fizikális és mentális állapotban vannak, hogy számolni lehet velük.
Kasó Orsolya, Horváth Brigitta, Gulis Atti Gréta, Garda Krisztina, Menzinger Kata, valamint Somhegyi Noémi. Ők hatan tagjai az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Bíró Attila keretének. A keretszűkítés a későbbiekben várható. Új edzőjük Zdravko Zovko előtt gyakorolnak a DKK a női kézilabdázói a Dunajvárosi sportcsarnokban. Mátéfi Eszter utódját hétfőn jelentette be a klub vezetése, aki a sajtótájékoztató után már le is vezényelte első edzését Dunajvárosban. A klub újdonsült vezetőedzője elmondta, örül az új kihívásnak és annak, hogy erős játékos kerettel dolgozhat. Ismer nagyon jó a Dunajváros Akadémia, Kézilabda Akadémia. Az jó csapat, szeretem csapat, ki van eres játékos, ki kell csinálni valamit tebb. Szeretem, az nekem ez új motiváció. Az én vagyok nem fiatal edző, kell pici új motiváció. Szeretem az csapat, az nekem az jó motiváció. A dunajvárosiak új mestere határozott taktikai elképzelések mentén vág bele az új feladatba. Szeretem gyors kézilabda. Én szeretem jó védelem. Mindig, mert ennyi csapat az első dolgoz, az jó védelem. Szemenyei István, a DKK ügyvezetője kiemelte, fontos, hogy a csapat meg tudjon újulni, és abban bízik, hogy az új edző által képviselt stílus látványos változást eredményez majd a pályán is. Nyilván egy sok új, friss elem kerül be az edzésmunkába reményeink szerint, ami egy kicsit felrázza ezt a társaságot, hiszen akik már több éve itt vannak, úgy éreztük, hogy egy picit belefáradtak, vagy belefásultak az együtt töltött munkába, ami azt gondolom, hogy egyébként a sportban teljesen természetes, hiszen ha megnézzük, az a ritka, hogy egy edző 4-5 vagy annál hosszabb időt tölt el egy klubnál. Tehát ez valahogy ennek a sportágnak a velejárója. Szóval edzésmunkában, stílusban, felkészülésben, hangulatban várunk változást, ami a kulisszák mögött van, és a nézők pedig a pályán reméljük, hogy hát új elemekkel, egy szélesebb repertoárral, más megoldásokkal, akár szerkezeti, akár személyi változásokkal találkoznak, hiszen most minden játékos új lappal kezd, tehát új lapot nyithat, mindenki bizonyíthat, már a ma délután, amikor két kapus játék lesz, és nincsenek bérelt posztok, nincsenek bérelt helyek, mindenkinek újra kell magát definiálnia, és azt gondolom, hogy ez jót tesz a csapatnak, és reméljük majd a szurkolók is ezt érzékelni fogják. Játékos keret változik-e? Egyelőre nem beszéltünk változásról, nincs olyan név, amivel érkezett volna Zovko mester. Nyilván a videóról nem mindenkit látott kellő mélységében, hiszen nem mindenki kapott lehetőséget az elmúlt meccseken. Meg akarja ismerni a keretet, vannak posztok, ahol vannak kérdőjelek benne is, és én azt gondolom, hogy nem erről fog szólni most előttünk álló időszak, hogy itt igazolásokat jelentsünk be. Az mindig benne van, hiszen olyan az átigazolási időszak, hogy még januárban is lehet igazolni, az mindig benne van, lehet kényszerűségből, sérülés, bármilyen okból igazolás, de ez most nem cél és nem is beszélt téma közöttünk. A DKK új vezetőedzője október 25-én a Siófok elleni mérkőzésen mutatkozik be a hazai közönségnek. Mátéfi Eszter, a dunajvárosiak korábbi trénere, egyelőre nem döntött, elfogadja az utánpótlás csapatnál felajánlott állást. Edzenek a DFDS-e kosárlabdázói a Campus Arénában. Az utánpótláskorúak már megkezdték a menetelést a bajnokságban, míg a felnőtt csapat csak a jövő héten vág bele az új szezon küzdelmeibe. A fiatalabbak hetente háromszor másfél órát, a felnőttek kétszer másfél órát töltenek a pályán. A kosárlabdázók párhuzamosan több porondon is szerepelnek. A Pest megyei bajnokság mellett az országos kiírásban is részt vesznek. Több korosztályban is indít csapatot a szakosztály, ám Nagy Roland vezetőedző szerint a korcsoportok némileg foghíjasak. Most pillanatnyilag utánpótlás szinten 10-14 éves korig vannak gyerekek, majd van egy nagy szakadékunk, és 18 éves, illetve felnőtt csapatunk van még.
Hogyan készülnek a bajnokságra a srácok? Heti szinten hány edzéssel, illetve mennyire különbözik ez a különböző korosztályoknál? Az utánpótláson fektetjük a hangsúlyt, ők heti háromszor másfél órás edzésen vesznek részt, a felnőttek és az úgynevezett juniorok azok pedig kétszer másfél órában. Nagy Roland céljai eltérőek a különböző csapatokkal. Míg a kisebbekkel nem a bajnoki döntő az elvárás, a felnőtteknél akár a legfényesebb érmet sem tartja elérhetetlennek. A gyerekek eddig igazság szerint az országos bajnokságban két vereséggel kezdtünk. Kisebbek vagyunk, mint ahogy azt én vártam, az ellenfelek vagy nagyok, vagy mi tényleg nem nőttünk ki annyira a földbe. Igazság szerint szeretnék fejlődni, de úgy gondolom, hogy most nem az a cél, hogy tovább jussunk a 16-ba. Itt igazából a tisztes helytállás. A Pest-megye bajnokságban az utánpótlás csapatunknak úgy néz ki, hogy nagyobb esélye van 27 csapat nevezésével. Én szerintem az első 10-be lehet kerülni. A felnőtt csapat, meg bízom, most már végre elérjük azt az aranyérmet is, amit eddig nem sikerült. Az utánpótlás korosztályra visszatérve, ahogy te is mondtad, itt a fizikai paramétereken is nyilván nagy hangsúly van. Ez hogyan oszlik meg már ebben a korban? Lehet a felépítésbeli tényleg a fizikai hiányosságokat technikailag pótolni, vagy azért a nagyobbak itt még jelentősen elnyomják a kisebbeket? Itt igazából a legnagyobb problémánk az, hogy olyan szinten fogott a kezünk edzőként, hogy van egy bizonyos védekezési rendszer, amit kötelezően kell betartanunk. A kicsiknél egy-egy elleni védekezés lehet, nem lehet ketten elmenni egyemre, ugye az úgynevezett csapdázás az kikerülhető. A magas gyerekek ügyetlenebbek, többnyire labdavezetésben, a kicsik ugye pont ebben ügyesebbek. Két kicsivel megtámadni egy magasabb fiút, mennyivel esélyesebb lenne labdát szerezni, de nem lehet, mert a szabály ezt tiltja. A szabály azt mondja ki, hogy egy-egy elleni védekezés. Egyszer, ha hibázunk, azért technikai hibá, vagy esetleg figyelmeztetnek, másodiknál technikai hibát adnak, a harmadik esetben meg kiállítják a gyereket, és az igazából nem éri meg nekünk. Tehát így sajnos a magasság a palánk alatt az biztos előnyösebb, a gyorsaság viszont hosszú pályán meg nekünk jobb. A DFDS-e kosárlabda csapata következő hazai mérkőzését a Campus Arénában játsza október 17-én szombaton, ahol a Siófok és a Bonyhád együtteseit látják vendégül. A DFDS-e asztali tenisz szakosztályának két edzője, Szabó Attila és Jakab Gábor tartott bemutatót a Vasvári Pál általános iskola diákjainak. Így a gyermekek közelebbről megismerkedhettek a sportággal, ezt követően pedig a tanulók is megmutathatták tudásukat. Nekem nagyon tetszik ez a sport, és szeretném kipróbálni, és azt mondom, hogy ügyesek voltak, akik is szerepeltek. Csepregi Panka az intézmény tanulója, egyben a DFDS-e asztali tenisz szakosztályának játékosa a pingpong előnyeiről beszélt. Vannak alapütések, meg mozgások, és akkor a pingpong fejleszti az állóképességet és az izmokat. Ezért, hogy erős legyél. A Vasvári Pál általános iskola sporttagozatos intézmény lévén nagy hangsúlyt fektet a gyerekek aktív életmódjára, így azonnal csatlakoztak a főiskolai asztali tenisz szakosztály kezdeményezéséhez. Fő profilunk a sport a tanulás mellett, és nyitottak vagyunk minden új sportra, bár mondanom sem kell, hogy vannak igazolt sportolóink, akik asztali teniszeznek. Az iskolánkban Csató Gábor nevét szeretném megemlíteni, aki teljes válszélességgel küzd és kiáll a pingpong mellett. Vannak nagyon ügyes gyerekeink, akiket majd a főiskolára fogunk irányítani, hogy ott folytassák profi körülmények között a pingpongozást. A DFDS-e asztali tenisz szakosztálya kettős céllal tartotta a bemutatót. Egyrészt szeretnék megismertetni a sportág alapjait a fiatalokkal, valamint az Egyesület utánpótlás szakosztályába szeretnének újabb fiatalokat toborozni. Elsősorban az asztali tenisz sportágnak a népszerűsítését szeretnénk elérni ezzel a bemutatóval. Egy 5 perces bemutatót tartunk a profi asztali teniszből, utána a gyerekek kipróbálhatják a játékot, és így egybe szeretnénk toborzást is csinálni így a főiskolás asztali tenisz szakosztályának. Milyen korosztályú gyerekek jelentkezését várják, kiket láttok úgymond szívesen, ha lehet így fogalmazni? 6-tól 10 éves korig várjuk a jelentkezéseket. Úgy gondolom, hogy ez az a kor, amiben érdemes elkezdeni az asztali teniszt. 12 éves korukban már akár újonc ranglista versenyeken is el lehet indulni,
versenyzési szintet lehet versenyzési szintig lehet eljutni. Meg lehet így szerettetni a játékot? Esetleg van-e tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy el lehet így kapatni, úgymond egy gyereket? Van tapasztalatom, igen. Tavalyi évben Pesten egy másik szakosztályban próbálkoztunk így a társammal, és több iskolában felléptünk, és utána egész sok gyerek jelentkezett az edzéseinkre, és egy 18-20 fős csoport lett pár hónapon belül. Úgyhogy van értelme, igen. Egy 18-20 fős csoportról beszéltünk. Most egyrészt mennyivel lennél elégedett, illetve mekkora a lemorzsolódás ebben a sportágban? Tehát egy 15-20 fővel bőven elégedett lennék. A kapacitásunkat is nagyjából ez kitenni. A lemorzsolódás pedig mindig van. Nyilván akinek jobban tetszik és nagyobb kedve van a játékhoz, az tovább marad. Ha eredményeket ér el, akkor még több kedve lesz hozzá. Jakab Gábor kiemelte, a taktoborzóval egybekötött bemutatót már második alkalommal rendezte meg a szakosztály, a jövőben pedig rendszeresíteni szeretnék a rendezvényt. Ez volt, ennyi volt mára a Kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, minden jót!